a két bodonyi tó. Völgyzáró gátas gyöngyszem. Olyan, mintha mindig is itt lett volna, mintha örök idők óta itt úsznának a halai a tiszta vizében. Ősz van. Arany, bronz és zöldből sárga. A pontyok az utolsókat zabálják, hogy a téli zsírréteg kitartson, a faóriások avarpaplannal fedik a csenevészebbeket, már a csuka is készül, feladja leshelyét, és a kis halrajok nyomába szegődik. Igen, nincs lemondás. Kapálózás sincs, de küzdelem már pedig van. Igazából a szarvasbikák gyomorrengető bőgései és összecsapásai miatt érkeztem kora hajnalban. Két napja még panaszkodott a halőr, hogy még aludni sem hagyják, hajnalban szarvascsapatok dúrják át magukat a gázlókon, és a tóparti tisztásokon csattannak össze a trófeális agancsok. Ez most elmaradt. Vagy lemaradtam. Kárpótól a festői látvány, vadász ösztönöm pedig horgászatra sarkal. Megkeresem azokat a süllőtartásokat, amiket még nyár elején kutattunk fel radarral. Ez pergető horgászat. Nem a zsákmányt csaljuk a csalinkhoz, hanem megkeressük a ragadozót, és úgy kínáljuk fel neki az álprédát. Ha olyan nyomon a fogasnak, rá se hederít. Ha nem éhes, akkor pergető horgász legyen a talpán, aki eltalálja a megfelelő színű és nagyságú csalit, amit addig mozgat a süllőtartáson, míg ki nem váltja a most már elég volt reflexet a süllőből. Alig találtam meg pár helyet. Beismerem, hasznos a radar, bármennyire idegenkedem is tőle. Hasznos a digitális világ, de nehezen tudom egyeztetni a természettel, az olyan ösztönvezérelt tevékenységekkel, mint a horgászat. Persze a kis elektromos motor milyen jó a csónakon. Igen, kényelmünk kedvéért képesek vagyunk elszakadni a természetestől, és megrontjuk a természetet. Vártam Zalán barátom. Mondjuk addig nem árt megtalálni a haltartó helyeket. Aha, szóval megvan egy akadó. Jól bemértem, megjegyeztem a helyet. Egyszer csak kopp! Végre ez hal. Nem lett meg, de fogainak nyoma ott a gumin. Egyik kapás után leharapott gumifarokkal tért vissza a csali. Elmondhatatlanul jó érzés, mikor az ajzat fölött mozgó csalira rárabol. Határozott koppintás vagy dübbenés a boton, a tenyeremben érzem és a testem önkéntelen erős bevágással válaszol, míg az agyamban a lekésés félelme motoz. Lekéstem, megint meglépett. Mire válaszolnék magamnak, újra érzem a süllőt. Lent valahol a mélyben rázza magát. Rángatja a pofáját, hogy megszabaduljon a horogtól. Megvan az. Feszes a zsinór, teljes a kontakt, görbül a bot. A kapás fázisából átlépünk a fárasztásba. Vezetni kell a harcosi úszágot. És a hal kiméletes megcsodálása. Ellentmondás. Ő az életéért küzd, és élvezem ezt. És mégis kiméletességről beszélek. Néha számon kérem magam. Szóval megcsodálom vámpírfogas barátom, és visszaengedem. Szentén nem válhatok, mint Hubertus, de lelkiismeret furdalásom mindenképp enyhül. Jó eső, álmatag dél. Valahonnan harangszó hallik, én meg a cserhádban, három domb között a csónakban, alattam a víz, és arccal az ég felé arról ábrándozom, hát ha megáll az idő ebben a pillanatban. Végre megérkezett Zalán. Mutatom is neki a megtalált tartásokat, szorgalmasan dobálunk. Nekem már kezemben a pálya, egymás utánban érkeznek a kapások, és mutatom a szebbnél szebb halakat. Ő csak kapásig jut.
Azt mondja Zalán, így is remek délután volt. Úgy érzem, mohón eloroztam előle a halfogás örömét. Minden esetre szégyellem magam, és egyfajta bocsánatkérésként újabb horgászatra hívom, ahol mi horgászok, olyan szépen megfeledkezünk a barátainkkal szembeni gyarlóságunkról, és megbocsátást remélünk a halak elleni bűneinkről, nem feledve Szent Hubertus példázatát.